Az új törvény, amely a gáz- és villanybekötésre vonatkozó szabályokat is tartalmazza, júliustól segítheti a családokat és a kis, közepes vállalkozásokat. A díjmentesség fogyasztási mértékekhez, a víz- és csatorna bekötésnél pedig a bekötés méretéhez igazított. A vízcsatornánál bizonyos méreteknél van bizonyos mentesség, és ez pedig a bekötővezeték mérettől függ. 32 mm átmérőjű ivóvízvezetékkel történő bekötés, szennyvíznél pedig 160 mm. Tehát ez az első fontos szabály, amit tudni kell annak, aki bekötést tervez. Ez egyaránt érinti a lakosságot, a vállalkozásokat és a kisebb intézményeket is. Egyre több az építkezés, így egyre több lesz a csatornahálózatra történő csatlakozás is. Évente átlagban 500 épület csatlakozik a hálózatra, de ez a szám emelkedhet. A lakossági bekötés a legtöbb, egy 4 lakásos ingatlan bekötése még belefér a mentesség kategóriájába, méreténél fogva. Egy ivóvíz bekötésnél a költség több részből tevődik össze, ki kell ásni az aknaárkot, lefektetni a vezetéket, kell egy vízmérő beton vagy műanyag akna, és ezt össze kell kötni a főnyomó vezetékkel. Kötelező a geodéziai bemérés is, ezekből a költségekből a vízmérő óra és a beszerelés, valamint a nyomáspróba díja alól mentesülhetnek. A kiépítésért és az összekötésért továbbra is fizetni kell. Néztünk ilyen kisebb-nagyobb bekötéseket, elég sok mindentől függ. A kollégáim kalkuláltak egy ilyen, úgymond egy szokásos, rövidoldalas, egyszerűbb bekötést, ami áfa nélkül olyan 60-70 ezer forint körül van, áfával nyilván plusz 27%, és annál egy 8-10 ezer forint lehet ez a vízmérővel összefüggő költség és a nyomáspróba. A vállalkozások a közműfejlesztési hozzájárulás alól is mentesülnek, ami a kapacitás használatának a díja, de a társulati beruházás esetében a társulati hozzájárulást fizetni kell a jövőben is. A beállással kiépült szennyvízcsatorna esetében változatlanok a feltételek, a szakfelügyelet díját továbbra is teljesíteni kell.